Sziasztok, sziasztok! Itt Miharu, és újra elkezdjük ezt a csodálatos játékot. És igazából ennyi. És azért, mert adhatok egy pár tippet, úgyhogy nézzük meg, mi a helyzet. Az előjáróban elmondom, hogy sajnos eléggé fáj a fejem ahhoz, hogy videózzak. Viszont most van szabad napom, és nem érek rá erre, hogy fájjon a fejem. Szóval megmondtam a fejfájásomnak, hogy csinálj valamit magaddal. Nem csinált magával semmit, éppen úgy fáj, ahogy eddig. Úgyhogy, ja, az a gyors időjárás változás nem a kedvencei a migrénnek, de hát ez van. Úgyhogy folytassuk a visszhast. De ezt nem útkor nem megtaláltam. Anyád is beragadt. De most... De... Kezdődik megint a bénázás, jó van, nem érdekel. Azt mondtátok, hogy jól tudom, hogy itt ebbe a... Ebbe a szobába kezdődik el egy pár dolog. Mi? Valaki ellopta a tükröt? Valaki ellopta a tükröt. Csokkolom! Valaki... most akkor ez most mit jelent? Föl kéne mennem oda. Nagyon jó. Most ez nekem nem kell... Mert elvehetem az invertorimba. Jó van, kezdődik. Oké. Várjál már, nem látod, hogy bénázom, ha nem tudom, hogy kell elrakni a izét. Jó, hogy így kell, na. Jó van, na nem tudom, mit parászkodsz itten. Na, nyugodjál meg. Jézus. Na. Mindenhol vér van.
Nagyon jó. Jó, van akkor. Beragadt, hát... Azt látom. Jó, van akkor fő még az emeletre. Mint úgy tűnik a tükör, mint egy másik számot adna. Azt akkor mit csinálják a másik tükörrel a házba, he? Ó, valamit csinálni kell biztos. Az anyád keservit. Üres. Hát az kurva jó. Jó, Istenem. Itt a mészka aladár. Sa-la-la-la-la-la-la. Sa. Ó, elmentett a játék. Te ki a tököm van a padláson, Hulk? Ezt leveri az egész mennyezetet már. Mi az egész zaj csak a padláson? Nem mondod. Gyógyszere van szükségem. Azt hogy kéne fölmenni a padlásra? Hm? Kell egy cumó. Jó van már, na! Nem látod az idegállapot? Basz meg! Na. Most már mindenki nyugodjon le a picsába! Jó? Ne! A francia sem már belétek, he? Mindenki csinálja itt a... izét. De most már... gyógyszert keresek, nem látod? Jó van, kezdődik ezt. Jaj! Akkor... kurinyó! Na. Fú, de most ideges vagyok. Ide figyelj te! Ide figyeljé! Az anya, gyere ide, mert úgy kép a... Na! Ha. Azért én is fosnék magamtól. Kibasztad a villanyt? Jó van, okos gyerek vagy te. Na! Az hogyan kéne fölmenni a padlásra? Ne rijjál! Az egész zajcsap a padláson. Ezzel én is tisztában vagyok.
Az a baj, hogy elfogyott a gyógyszerem, azt nincsen, nem tudom magamat bekápszízni. Ez a baj, nagyon ki van már csávó. Ezt... Mindjárt... Ezt miért nem lehet nagyot csinálni, hogy... Be... Megiszunk egy két sört. Na mondd már, hogy itt nincsen gyógyszer. Fültisztító. Az bezzeg van. Hű, basszus. A szarvnap a csintába. Ez mi? Ez bezzeg nem lehet nyakalni. Nem mi. Hát az baj. És akkor most ilyenkor mi van? Hm? Na. Tehát... még van 3 szem gyógyszerem. És ez viszont édes kevés nekünk, ugye? Úgyhogy... le kell menni a földszintre. Ugye? Jó. Ezt beszereztük. És azt mondtátok, hogy ide kell jönnöm, ugye? Ezt lehúzzuk. Jó, és most eltűnt, király. És akkor most mentett a játék, jó? Bejövünk ide. Ezt lehúzzuk. Felkapcsoljuk a villanyt. Igen, tudom, ott van a emeleten. Jó, itt úgysem tartottunk több cuccot. Fölmegyünk az emeletre. Csak hogy azért már egy kicsit előnybe induljak már, mehet azért mégiscsak, nem? Jó. Szabadod a házban. Jó. Igen, azt látom, hogy valami. Jó. Mentegél a házban. Ő a Hulk. És akkor... valahogy fel kell menni a padlásra. És akkor az kéne valami ilyen, ez a leakasztó bigyó. Ezt értem, hogy fel kell jutni a padlásra. Na de hova? Hogy? Ez a csávó segít nekünk, várjál már. Szerintem. Őt kéne követni! Én követem, azon nem újjon. És akkor... Jó van. Na, passz meg. Micsoda? Okay. Na, nagyon jó. Nem érem el. Nem a...
Ezt itt nem tudod használni. Micsoda? Igen. Most... Ne csukd már be az ajtót, hát most akarok kijönni. Dick. Kezdődik. Várjál me. Kezembe kell egy gyógyszer, mert nem bírom a stresszt. Hát ez csoda, fenomenális. Aztán... Ez egy régi hintaszék. Balóba! Bassza! Erre a dobozra a nap és te a szavakat írtak, zárva van. Ja, az jó. Menj, 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 ne! Hát de... Mi van, akkor lemegyünk, hát... Az már ig... Éj, de szép vagy, aranyom! Az igen! Hát... Az ige? Hát van rajta egy csomó 5-ös, 3-as, meg 0. Meg 7-es. Zárva van. Fontos tárgyak, amelyeket korlátlan alkalommal használhatsz, eltalálhatod a világban. Tartsd nyitva a szemed az ilyen tárolóhelyek után. Oké, köszönöm. Dolores' symptoms are aggravating. Doctors tell me it's become very hard to pinpoint the exact disorder. They tell me she's got symptoms of schizophrenia, bipolar disorder, psychosis, dementia, and more. I don't know what to do anymore. It feels like the treatments are only making things worse. Today she told me she often hears her own voice whispering a sequence of 5 numbers through the baby monitor. She said it's the key to her inner house. What does that even mean? What am I supposed to do? Hop! Öt nulla három, valami ilyenek. Nem tudom, mit kéne kukkolni. Fú, mennyi mindent meg kell csinálni, te édes Istenem.
Jó van. Nem tudom. Ott egy virág. Dolog lesz. Okay. Ezt látom, hogy van itt egy 5-5-0-3-7. Nem? 5. Ó, bocsánat. 0. 3-7-es. És ezt mit kéne csinálni? Zárva van, hát ezt látom, de jó, azt is ki kéne nyitni. Most nagyon nézelődök, hogy mi van. Hiányzik néhány darabja. Ez mi? B monitor, hát ez most miért jó, hogy én belátok ebbe a kis szobába, most ezt nem értem. Nem lehetett visszamenni. Nem mi. Hát sejtettem. Ez tök jó. Várj csak. Milyen sötétbe? Te miről beszélsz? Hát itt vagyok a nappos fényességbe. Ez az izé a papírra nem tudom mit kéne csinálnom úgy. Jó, hát már meghallgattam a kazettát. Ezeket nem lehet kinyitni. Jó, és akkor most ilyenkor... Megint nem vettem észre valamit, mi? Te mit? Mi az Isten teve nyergét? Valami hiányozna. Majdnem berusáltam. Oké. Atya úristen, jó van.
Ott áll egy lúvnya. Atya úristen, na jó van. Az zajt, de igazán akar eltűnni. Az már ige. Ne, ne vegyél be. Most már mindegy, elbasztam. Jó van akkor. Tegesítsé még. Szuka. Jaj, nézd meg. Ez van abból, hogy persze, nem baj, mikor menj. Mi van? Kutyá, meg attól megnyugszó. Az már ige! Azt már hívjuk a szippantós autót is, egyből. Jó, te. Hát így van. És hol jártál a vidám parkba? Lecsúsztam a szippantós autónak a csövén. Mi? Azt még a csajnak vannak izé ilyen látomásai, hát látom. Nem látok semmit. Ja, hát csak lehetett jönni. Jó van akkor. Dilo! Hello! Ne bántson, kérem, senki! Kérem szépen! Plusz! Fáj a fejem! Mindig is így cséfő, keci! Jaj, Istenem! Zöld erőbe jártam, piros... Jaj... Zöld erőbe jártam... Nyuszi, láttam. Jaj, jaj. Ott a lufnya. Nem is. Ha mi van veled, gyanya? Nyanyus! Nagyon fáj a fejem, ne csináld velem. Nyanyus! Eltűnt. Nem tűnt-e. Most mi van ilyenkor? Most... AHHHHH! AHHHHH! AHHHHH!
az anyád, úristen! Azt! Picsa! Az igen. Mi a... Ki találta ki ezt a játékot? Ki volt az, aki kitalál... Te most szopadsz. Át lehet majd menni különböző... világokba, úgymond. Gyógyszereket adjatok, mert... hogy öngyújtót! Gyere már! Íjjál ki! Az... mi a... Oké. De ugye elnyílik, aha. Na, jó retkes. Legalább sör van. A hűtő tök üres. Na hát, érdemes volt házi asszonyt tartani. Na van akkor. Nem lehet mikrózni se. Na van akkor. Az igen. Ehe. Hó, bejátszás, tesó! Jó van. Azt meg ki lehet nyitni az ajtót, hát... Hajnali fél négy. Jó van. Én ezt itt nem akarom. Korázs. Nincsen kulcsom, úgyhogy így... az ilyen szoporroller. Vissza kell majd menni. Figyelgesd meg. Ja! Mizu! Na. Adják kulcsot öcsém, mert... én elviszem neki. Jó, arra kérthetsz. A
Hanem sok mindenre meg szoktak kérni az embereit. Hogy plusz... Ez tök fasza, itt megnyíltak a dolgok, azt mit csináljak? Nézegessem a izét? A Kloroxot, vagy mi? Tényleg, hát azt mondták, hogy a mosókonyhában van a garázskulcs. Na! Most megállítjuk az autót. Dir. Hűha. Az a játék halad lekészít az életről. Jó, szétbasztak a kocsimat! Na, ezzel már tudok mit kezdeni. Jön valaki. Csat. Ha miért dobod el? Így. Hát ez való nekem. Gusztustalan féreg! Várjál már! Kiszállok. Azt remélem, hogy nem lesz még itt még egy pucérnő, bazd meg, mert hát ezzel a ez a nem is bolta, mi ez? Ezzel baszom nyakon. Ezzel a kalapáccsa. Na. Akkor gyere be. Mi? Gyere nyakon, csapló! Na, ha hatásos volt. Na. Oké. Nyakon csapkodom. Ezt meg tudja. Ez egy nagyon jó kérdés, ugyebár. Aj, ne már! Mi van? Ne! Zizgelődjé! Mert így... Dír!
Fekente a falra bír magával. Most fel, meg kell beszélgetnem a dolgot. Most mi van? Ne félj, visszamegyek, azt megbeszélem vele. Hogy ez mi volt? Hm? Öreg nénye. Hűte. Jó van. Azt itt recseg nekem, mert ez az öreg nő. Ha nem is recseg. Na ide gyere! Ide gyere, te szuka! Szokott általában jelezni. De mi kell még? Mi kell, kis bébi arckenőcs vagy? Csöpög a csap. Nem tudok elmenni. Hogy most tusolt? Ezt megzavartuk. Na most akkor... Megint Houston, bajba kell. Bajba is jutottam. Mert nem tudom, milyen gyereket akar, hogy vigyek el neki. Tehát így... Miről beszél ez a nő? Hozd el nekem a gyermekem. Ez a gyere... Azaz már igen, ha le akartam csapni, azt mondja, megkéselt a nő. Mi van? Na jó. Megnézzük, hogy honnan tölti újra. És... innen fogjuk folytatni. Mert ha van automatikus mentés, ez nagyon királyság. Na jó, va? Ezt azért még itt meg... Csak azt nem értem, hogy ennyi fasság láttán, meg... ilyenek. Így ki az, aki nem, nem menekül el? Tehát, nem tudom menteni. Hát az nagy baj. Már csak annak okán, mert... akkor hogyan... honnan itt innen lehet folytatni? Valami gyereket kell neki vinni. Hozd el a gyermekem. Milyen gyermeket szeretné? Most lopjak neked egyet az utcáról, vagy... Vigyázni kell, mikor itt így recseg, meg... Meg ilyeneket csinál-e? Szüleg nő, azt lekésed a picsába. Hát az nagyon szuper. Hát arra örülök neki, hogy ilyen késelős hangulatában van. Na jó. Mindegy. Megoldom, hogy innen folytassuk majd.
a következő részt, úgyhogy na, kezd... Majdnem lebasz... Leesett a telefonom. Szóval kezd izgalmassá válni a történet, úgyhogy... Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm a sok-sok tippet, mert egyébként tuti, hogy feladtam volna nélkületek a játékot. Hát ez már 100%. Csodálatos. Szóval, na, tehát igen, tehát biztos vagyok benne, hogy már feladtam volna a játékot, mert engem az ilyen... Na, mindegy, felmérge. Oké, illetve, hogyha valakinek van ötlete, hogy mi lett ez a Doloresnek ez a gyerek, amit oda kell vinni, akkor azt is szívesen várom ide komment szekcióba. És tényleg nagyon szépen köszönöm tényleg a tippeket, tanácsokat, a kommenteket, a lájkokat, meg azt, hogy megnéztétek a videót. Találkozunk következő hét parapéntekén, legalábbis igyekszek nem késni a részekkel, úgyhogy... és remélem, hogy most már minden rendeződik, és minden nagyon király lesz, úgyhogy tényleg mindent köszönök, úgyhogy jók legyetek, sziasztok!